Amikor a függöny felgördül, a térben az ember eltörkül. Figyelmes nézések, több száza, behatol a színpad odvába. Ott benn a tünemények suhognak, lámpás éjszakával ragyognak. A színek fémessé szépülnek, szavakból paluták épülnek. Nem szűnik a játék varázsa, távozóban nézünk egymásra. Mert egymásban látjuk a jámbort, aki a színpadon király volt. Mai esten a Klubszínház kiállítását nyitjuk meg itt is a Szegen. És én nem a színházról szeretnék beszélni, hanem arról, hogy önző módon az irigység, vagy a vitt arra a jó útra, hogy is a Szegen is szeretnék egy olyan színházi kört, egy olyan színjátszó klubot, csoportot látni az is a Szegi Művelődési Otthon színpadán, akik is a szegiekből állnak, akik megmutatnák, és megmutatják úgy, mint más városban is, hogy is a Szegen is vannak fiatal, tehetséges emberek, akik a színpadon át tudják adni azt a varázslatot, amit mi itt szeretnénk látni. És természetesen megtaláltam azt a házaspárt hozzá, akik jó szakember módjára kézenfogva tudnak bennünket vezetni ezen az úton. Halász Tibor és Halász Völgyi Katalin. És most tapsoljuk meg őket! Én is üdvözlök mindenkit itt este. Én nem szeretnék sokat beszélni, meg sokáig szaporítani a szót. Szerintem maga ez a kiállítás, amit ide feltettünk, az így önmagáért beszél. Egy pár szóba azért így a Klubszínházról, hogy hogyan működünk, kik is vagyunk. Onnan kezdeném, hogy ez a kiállítás azért készült el, ez az egész anyag, mert a Klubszínháznak idén tavasszal, nyár elején jött ki az 50. elkészült előadása. Tehát az 50 produkcióról beszélünk. És gyakorlatilag, amikor ez elkészült az anyag, akkor én elkezdtem kb. Összeszámolni, hogy hányszor játszottunk, hányszor álltunk színpadon a különböző csoportokkal. Nem tudtam összeszámolni. Valahol a szám az ilyen 800 és 1000 alkalom között van. 13 év alatt. Tehát ez 13 évnek az alkotásai, amik itt láthatóak, plakátformában, leírásformában. A Klubszínházról egyrészt elmondanám azt, hogy ami a legnagyobb előnye, hogy mi közösségeket építünk. Mi közösségekkel foglalkozunk, mi emberekkel foglalkozunk, nem az elsődleges a színészképzés. Mi nem úgy nevelünk bárkit is, hogy belőle legyen országos hírű nagy színész. Ha valaki azt szeretné, abban is segítünk, inkább tényleg csak segítünk, mert nem mi adjuk a tehetséget, de nem ez a fő profilunk. Fő profilunk az, hogy fiatalok, fiatal felnőttek, idősebbek olyan közösségben legyenek, ahol valamilyen alkotó munkát, valamilyen gondolkodó munkát végezzenek, és együtt legyenek. Ez pedig én úgy gondolom, hogy vidéken egyrészt rettenetesen nagy történelmi hagyománnyal kellene, hogy bírjon, manapság már sajnos kevésbé, mert a színjátszás, a magyarországi amatőr színjátszás, és amiből kinőtt későbbiekben a nagy komoly színház, és az innen indult, az vidékről indult, vidéki emberektől indult, akik összeálltak, és azt gondolták, hogy mi most csinálunk valamit a saját közösségünknek, a saját barátainknak, családunknak, mindenkinek, aki megnézi. És ebből nőtték ki magukat a nagy társulatok, a nagy színészek. Mindenki valahol elkezdte. Nem úgy kezdte valaki, hogy besétált a Színművészeti Egyetemre, fölvették és nagy színész lett, hanem minden esetben valami, mondjuk azt, hogy amatőr a szó legjobb értelmében csoportból indult ki. A Klubszínháznak talán ez a legnagyobb előnye, hogy mi ezzel foglalkozunk, mi emberekkel foglalkozunk, mi is emberek vagyunk, nem vagyunk csodalények, semmi ilyesmi, mi ugyanúgy gyengék vagyunk, erősek vagyunk, szépek, csúnyák, szép az ott kedvesem, akivel közösen dolgozunk, csúnyát nem firtatom. Tehát, hogy ez minden esetben egy ilyen. Ami talán a hátránya a Klubszínháznak, ha ez egyáltalán hátrány, hogy mi soha nem leszünk profitársulat. Nem is akarunk profitársulat lenni. Nem akarunk a profi világban létezni, ahol egészen más szabályok működnek, mert
mert nem vonz minket az a fajta működés, az a fajta világ. Mi mindig meg fogunk maradni a legpozitívabb értelemben vett amatőr színháznak. Meg fogunk maradni pedagógusoknak, meg fogunk maradni pszichológusnak, mert az is van, és meg fogunk maradni annak, hogy mindenben segítsük azokat a játszókat, akik megtisztelnek minket, mert ők tisztelnek meg minket, azzal, hogy nálunk játszanak, hogy arra a heti bizonyos mennyiségű időtartamra odaadják saját magukat egy kicsit, és hagyják, hogy talán egy picit mi vezessük őket, és ők is vezetnek egy kicsit minket. Ez pedig nagyon-nagyon fontos ebben az egészben. Úgyhogy én köszönöm mindenkinek, akinek itt volt, és szerintem meg lehet tekinteni, és jól lehet szórakozni. Amúgy én is még talán itt vagyok, egy pont ide álltam mellé, 1000 évvel ezelőtt, úgyhogy köszönöm mindenkinek, és kellemes estét, jó szórakozást kívánok! Színésznek lenni olyan, mint egy álom. A színpadon állva átlépünk a világon. Egy pillanatra eltűnik mindennapi életünk, és varázslat lép helyébe, mint együtt újra átélhetünk. Színésznek lenni, ez a nagy álom. A színpadon állva játszva változtatunk a világon. Egy pillanatra csodát lát az ember, s jobbra fordul a sorsunk. Tudod, majd egyszer. Színésznek lenni, ez az én álmom. A színpadon sírni, s nevetni a világon. Egy pillanatra hőssé lenni áldás csatában, kis emberből óriássá válni, s ha kell, meghalni bátran. Színésznek lenni, ez a mi nagy álmunk. A színpadon új társulatként íme előtted állunk. Egy pillanatra felfedjük most hétköznapi arcunk, és megmutatjuk, miként vívjuk nem mindennapi harcunk. Színésznek lenni, ez az egyetlen álmunk. A színpadon szerte a világban még nagyon sokan játszunk. Egy pillanatra elfeledjük sokszor nehéz életünk, s ha már lement a függöny, emlékeidben mi örökre ott leszünk.